amikor vélhetőleg egy rendkívül rövid bizottsági ülésen leszünk túl néhány perc múlva. Mindenki elolvasta a kiküldött napirendi pontot. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezen kívül van-e még valakinek valami, amit föl szeretne vetetni? Nincs. Egyebekben van-e valaki, aki egyebekben szeretne? Akkor ezt így elfogadjuk el. Köszönöm szépen, és akkor mindjárt adom a szót. Köszönöm. Én csak a bizonyos elnök úr, Géza, hogy egy rövid ülésem lesz, hiszen a legutóbbi bizottsági ülésen már éppen erről a terület környékéről tárgyaltunk, tehát képen vagyunk, hogy miről van szó itt a JLS útnak a ingyenes, tehát a JLS átadnának a nagy részére ezt a területet ahhoz, a szabályos területen belül tudatot tudjuk alakítani. Viszont ehhez, hogy elfogadjuk ezt a területet, ehhez kell egy testületés, bizony, csak önkormányzati határozat. Tehát az a kérdésem, hogy elfogadjuk ezt a határozat javaslatnak megfelelően ezt a területet az önkormányzat térítésmentesen átveszélye a JLS-től. Csak azért, hogy saját magunkat megnyugtassuk, mert nyilván itt mindjárt megszavazunk és elfogadjuk. Nincs ebben a cserében, illetve elfogadásban valamilyen hátránya, nem most, fél év múlva, egy év múlva, több év múlva az önkormányzatnak. Van-e valami veszélye annak, hogy mi ezt belemegyünk el? Hát ebben nem látok semmiféle veszélyt, hiszen a saját területéből átad a önkormányzat tulajdonában. Én a későbbi bővítésekre gondolok, ha esetleg ugye tovább bővítjük az iparterületet, úgy szélesítés, további csatornázási fejlesztések, stb. Ez akkor egy-egyre visszakerül az önkormányzathoz. Ennek a elkészítése. Hát magyarul ezzel a cserével mondjuk 10 év múlva nem ér el komoly hátrány minket. Hát ez egy ingyenes átadás. De ez mindenütt így történik. Ez nem csere, hanem egy hajtani külterületet, iparterületet mondtunk be. Itt most a JLS megtelepedett. Ugye már eleve ez egy műút, ha jól tudom. Így van. És nem tudhatjuk, hogy ezt mikor kell bővíteni például. Az utat? Igen. És az utat az bővítve szerintem, nem az utat. De van, itt úgy van, hogy... 16 méteres utat, hogy bocsánat, Géza. Ez itt úgy van, hogy szilárd burkolattal való kiépítés előtt áll. Ez amit megszabadultam. Igen. Én inkább előtt kiépítem. Valami utat. Erre már az önkormányzatunk nagyon régen ígéretett a JLS, hogy ezt tudta kiépíteni. Csak hogy az önkormányzat, nem csak az önkormányzati terület, a 064-es utat érinti maga az aszfalt burkolatnak a megépítése, hanem a kijelesnek a most még tulajdonában levő 057/3 helyrajzi számot, amit ők azért osztottak most meg úgy, hogy legyen 057/6 és 7, hogy a hatót átadják, ezzel az önkormányzatnak a tulajdonában lesz a teljes 16 méter szélesség, és így megkaphatja az önkormányzat az építési engedélyt, mert teljes egészében a tulajdonában lesz az útcél levegyében beendő terület. Nem kell idegen tulajdonra építenünk. Ez a lényeg. Kapunk ingyenesen területet, amivel a szabályozási... Egyébként is, hogy itt már az meg volt szabad, hogy kiépítjük a JLS-nek a szakaszt, és így most megkapjuk azt, hogy megkapassuk rá az építési engedélyt, hogy jószerűen megütelek. Visszaadunk későbbiekben? Nem is tudunk, meg nem is kell. Én csak azt szeretném kérni, hát ugye itt útépítés lesz majd, ami az önkormányzatot terheli. Esetleg majd a későbbiekben olyan tárgyalásokat folytatni a JLS-sel, hiszen már volt erre is precedens, hogy a cég, az ott lévő cég beszállt a közös költségbe, hogy esetleg a JLS-re is olyan hatást, vagy olyan kéréssel fordulni feléjük, hiszen az ő érdeke is az, hogy ez az útrendben legyen, hogy esetleg valamivel beszállni a költségekbe. Minden ilyen útépítésnél, tehát ami lehet, a JLS Európa út, az
nem az a pontos neve, ami összekötő az ötöst a Rehoz. Igen, amit a Penny mellett. Így van, ott itt leszálltak a... Nem, ez a igen, a sem akkor az összekötő. Építi telephelyet, tehát háromféle verziójuk volt. Meghagynak itt Alsó-Németén egy ilyen kis iroda épületet, de magát a logisztikai bázisokat az mentebb viszik a nulláson belül, tehát való Budapestnek a területére. Tehát vagy teljesen beviszik, vagy pedig itt Alsó-Németén bővítik a telephelyüket. Hát és hosszú-hosszú tárgyalás után sikerült őket arra rá beszélni, hogy inkább maradjanak itt Alsó-Németén. Hát azt az nem titok, hogy az egyik legkomolyabb adófizetője önkormányzatunknak a GLS, és ezzel a bővítéssel ez még inkább nőni fog. Igazából az, hogy itt maradt Alsó-Némettel, sőt gyakorlatilag duplájára, már most duplájára bővítette az épületeit, a tevékenységét, és most még emlékeztek rá, akkor talán az elmúlt ülésen szavaztunk így van a Nagy Józsi féle területre. Tehát még területet akarnak vásároltak már, és bővítkezni akarnak. Tehát az, hogy itt maradjanak, és itt fizessenek továbbra is adót, gyakorlatilag ez volt az állat megkérdő. Tehát ilyen igen, ezt már jól úgy elmondtad, mert mindenki megint volt. Tehát itt egy 500 valahány méter utat építünk. Jó. Ezt annak a fejében ígértük meg, hogy itt maradnak és bővítkeznek. Ami látszik is, hogy meg is történik, de... Jó, én ezt nem tudtam, hogy volt egy ilyen előzetes. Hát ezért jó, hogy... Akkor elmondsz ezt Bozsert, és mert is, hogy hát ez nem most volt, hanem akkor, amikor a tárgyalások folytak a... Én azt szeretném kérdezni, hogy mondtad Gyurika, hogy ez két felé lett osztva ez a terület, most így szemeinek próbálom látni, hogy annak milyen fontos az, hogy te mondom, ez az... Két nézet ki egész idáig jött el ezzel a cikcakkal, amikor az eredeti telek, amiben most eddig gondoljuk meg, hogy és az egyenes részig, ezért eddig adják most át, ami az úgynevezett szükséges tudat, azt még megtartják maguknak. Hát, hogyha később itt valamiért szükség lesz rá, akkor megint lehet volna. De az, hogy most itt bejárat, hogy valami nem, kell, semmi, hogy csak, az út csak meg ameddig ténylegesen megindul az út, addig adják át ennek a... Itt húzták meg a... De ezt az utat fogják használni valamire? Mert hogy itt nem tudom, hogy itt bejárat, tehát most nem látom a... Valamint ez biztos, hogy fogják, tehát lehet itt létesítenek pusztán, és nem tudjuk, hol van ténylegesen a bejárat, talán valahol itt még elől, de elképzelhetjük, hogy ide is csinálni. Azért kérdeztem, hogy nem, mert azért akarják, hogy akkor nem értettem, hogy ez a szakasz még maradt ki, de most így világos, hogy már még a bejárat. Annyit adnak át, amennyi most az úthoz kell, és akkor később, hogyha esetleg úgy alakul, hogy még tovább az volt az út, a következő szakasz is. Tehát ki van alakítva az útnak a területe, de van véve az őrjátokból a szabályozási persze, de egyelőre ennyit adnak át, ami most az úthoz szükséges, a tényleg az utazáshoz. És erre mögött még van egy pantörlet, tehát hogy ez az út majd fog ez. Itt van ez a kicsi szőlő, és akkor azt hiszem szőlőkezek, és itt van az, amit most a Nagy Gábor itt fogadott. Jó, tehát akkor ennek is az volt, hogy a pénzt, mert a Nagy Gábor itt is ahhoz, hogy mondjuk más, tehát nem a kényelás területet, ezt hanem a következő vállalkozáshoz, az fogják használni. Persze, és majd elkezdenek építkezni, akkor neki hiszen később, hogy felé tépítés, ezt ilyen lesz, hogy érvényes lesz rá, mert akkor azt is, hogy érvényes, aztán úgy is működik. Jó, hát akkor én azt hiszem, hogy föltenném szavazással, elfogadjuk ezt. Köszönöm szépen. És akkor ezzel az ünnepélyezőt bezárom, mert sajnálom, hogy